Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Ma este magazin műsorunkat láthatják. Elsőként kérem, tekintsék meg a városunkban rendezett 65. bányásznapról készült összeállításunkat. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a Padragi Bányász hagyományőrző körrendezvényével vette kezdetét az Ajkai ünnepség sorozat pénteken. A bányaüzemi emlékmű megkoszorúzása után a résztvevők a Padragi Művelődési Házban folytatták a megemlékezést. Blaskó Sándor elnök ismertette a 10 éves Padragi Bányász hagyományőrzőkör tevékenységét, majd néma főhajtással emlékeztek meg azokról a tagokról, akik már nem lehetnek jelen az ünnepségen. A 10 év eseményeit felidéző vetítés után kötetlen beszélgetéssel zárult a program. Szombat reggel az Ajka Városi Bányász Fúvós zenekar és mazsorett csoportja zenés ébresztőt tartott Padrakúton, a bányásztelepen, a belvárosban, majd Csingervölgy városrészben. Itt a Csingervölgyért Egyesület szervezésében az emlékparkban tartott délelőtti megemlékezésen Gerencsér Hilda elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Győr Sándor arról beszélt, hogy az ajkai bányászokat a szakma országosan is elismerte, voltak közöttük Kossuth és állami díjasok is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bányászati Múzeum, amely a város egyik büszkesége, 50 éve fogadja a látogatókat. A megemlékezésen közreműködött a Borostyán Férfikar, a Fúvós Zenekar, Rácz András pedig Kaufmann Renáta versét szavalta el. Az ünnepség sorozat délután a Bányászati Múzeum udvarán folytatódott. Az eső a Fúvós Zenekart és a megemlékezőket is fedezékbe kényszerítette, de nem gátolta meg, hogy megkoszorúzzák a 139 éven át folytatott ajkai bányászat, 184 áldozata tiszteletére felállított kopjafát. Az emlékezők a Bányászati Múzeum után a Hilt Parkba vonultak, ahol a bányász hagyományápoló nyugdíjas klub kórusa adott műsort, majd Herter Rudolf mondott verset. Ezután itt is koszorúzás következett a programban, politikai és társadalmi szervezetek közreműködésével. A nap további részében a Szabadidő Központ Színház termében zajlott a 65. Bányásznap rendezvény sorozata. A kulturális műsorban a Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub énekkara, a Forrás Női Kar, valamint a Padragi Bányász Férfi Kórus énekelt. A kórusok műsorát az Ajka Padrakút Néptánc Együttes táncosainak fellépése követte, majd dr. Káldi Zoltán bányakapitány, a Veszprém megyei kormányhivatal főosztály vezetője mondott ünnepi beszédet. Váratlanul ért a felkérés, hogy a mai bányásznapon én köszöntsem az ünnepet, de szívem minden melegével teszek eleget ennek a megtisztelő kötelességemnek. Ma ünnepeljük a 65. bányásznapot, amely egybeesik az ajkai bányászat kezdetének 150. évfordulójával. Az ajkai szénmedencében 1865-ben kezdődött a bányászat, mint mindig a szén kutatásával. 1870-ben mélyítették az Emma és Krisztina aknákat, és hajtották ki a gyulatárót, majd 1873-ban megindult Felső-Csingerben a termelés. Ezt követte a többi szénterület birtokba vétele, és indult meg a termelés Alsó-Csingerben, Jókai bányán, majd Padragon. 2004. szeptember 3-án hozták ki az utolsó csillagszínet, és kezdődött meg az utolsó álvonalat bánya bezárása. Ez a 139 éves bányászati tevékenység meghatározó volt Ajka és környékére. Ármin, Jókai és Padrag bányán és a központi osztályozón az 1960-as években 6000 fő dolgozott. Amikor az ajkai bányákat összevonták, akkor is 4300 fő dolgozott a bányákban. Ajka a hozzácsatott 6 településsel a bányászatnak és a ráépült ipornak köszönhetően a Közép-Dunántúl legjelentősebb iparvárosa lett. Sok ezer szénporos hétköznapon vívták az ajkai bányászok csatájukat az elemekkel. Sajnos ennek során többen életüket áldozták. A halálos kimenetelű bányaszerencsétlenségek közül kiemelkedik az 1909. január 14-i árminakmai bányatűz, amelyben 55 bányász lelte halálát. A munkahelyi balesetekben elhunyt bányásztársaink száma 184 fő.
Nevüket a múzeumban egy kopjafa körül elhelyezett márványtábla őrzi. Örök tisztelet és megbecsülés a hősöknek. Bár a bányászat már több mint 10 éve befejeződött az ajkai bányákban, a bányászok, a szakma híven őrzi az emlékeket. Jó eszköze ez annak, hogy a mai gyerekek megtudják, mivel foglalkoztak apáik, nagyapáik, dédapáik. Már 1965-ben létrejött az 50 éves fennállását ünneplő szabadtéri bányászati múzeum, amely 2010-ben megújult és új épület egyestessel egészült ki, amely helyet biztosít az őslény és kőzettárak is. Az elmúlt évben kezdődött meg a múzeumban egy emlékfal létesítése, amelyen kerámia arcképpel állítanak emléket a kiemelkedő bányászvezetőknek. A várost ma is alakítják a bányász tradíciók. 300 fős bányásznyugdíjas alapszervezet működik, bányásznyugdíjas klubok, híresek a férfi kórusok, mint a Padragi Bányász és a Borostyán kórus. 1957-től tevékenykedik az Ajtra-Padrakó Néptánc Együttes, amelynek létrehozásában is szerepet vállaltak a bányászok. A város köztéri művészeti alkotása is tükrözik a bányászok tiszteletét. A város főterét a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának a szobra ékesíti, aki a város címerének is fő alakja. A város központjában lévő templom és a Csingeri kápolna tornyából naponta 14 órakor felhangzik a bányász himnusz harangjátéka. Ez az év az emlékezés éve Ajkán. Februárban a bakonyi bányász hagyományőrzők emlékeztek meg a 150 éve kezdődött bányászatról, míg júniusban 250 általános iskolai diáknak mutatták be az ajkai bányászat közel 140 évét. Október 8-án emléküléssel tisztelegnek a szakmának. Bízom benne, hogy egy számtalan erőfeszítés, amely a bányász szakma és a bányász hagyományok továbbélését biztosítja, mindig kap megfelelő utánpótlást, és a város és annak lakói megőrzi szeretett szakmánkat az utókornak. Végül, de nem utolsó sorban, az ajkai bányászok mellett szeretném köszönteni a bauxit és mangánbányászokat is, akik a környéken folytatták, Urkuton a mangánbányában jelenleg is folytatják tevékenységüket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó szerencsét! Az ünnepi beszéd után az ajkai kötődéssel is bíró előadó művész Delhusza John lépett színpadra. Az énekes hamar elnyerte a koncertre egészen szép számúra nőtt közönség szimpátiáját, az ajkaiak együtt énekeltek vele, sőt néhányan táncra is perdültek a széksorok között. Vasárnap délelőtt a bányászokért ajánlották fel a Szent Misét a Jézus Szíve katolikus templomban és a Csingeri Boldog Károly király kápolnában, majd délután az utolsó ünnepséghez érkezett a rendezvénysorozat a Padrakúti Bányász Kegyeleti Parkban. A Civil Fórum Padrakútért Egyesület rendezvényén Puskás Károly önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy a fiatalok legyenek büszkék bányász szüleikre, nagyszüleikre, ugyanis munkásságuk alapozta meg a város és az ő jövőjüket. A megemlékezők meghallgathatták Bíró Józsefné szavalatát, illetve a Padragi Bányász férfi kórus énekét, majd koszorúkat és virágokat helyeztek el a Borbála szobornál. A megemlékezés a Padragi Bányász férfi kórus elhunyt tagjainak emléket állító kopjafa megkoszorúzásával ért véget. Hős vagy, apa, bányász voltál, földi mélyében harcoló, nem fakíthat érdemeket, semmiféle álnok szó. Most már értem, miért búcsúzott tőled minden nap anyánk, miért kérted elválláskor, hogy nagyon vigyázol reánk. Miért állt ő a kapuba, integetve, míg csak lát, így véstel tudatába alakodat és amát. Hogyha holnap nem jönnél meg, őrizhesse a képet, mert a bányász ott a mélyben veszély útjára lépett. Titkon tudta, lehet, hogy minden óra az utolsó, a beomló fejtés alatt szénből válhat koporsó.
mégis haladt csak előre, kitartóan csapata, bányász szíve, bátorsága, becsülete akarta. Hős vagy, apa, bányász voltál, föld mélyében harcoló, dicsőségtek ezért örök, vigyázza igaz szó.